Mi a terv? Azt szeretném megtudni egyszer végre, hogy mi a terv. Egy ötletem van. Nyilvánvalóan az a terv, hogy az oroszokat a mesterségesen alacsonyan tartott olajárral, az embargóval és minden egyébbel belelavírozni megint egy olyan életszínvonal csökkenésbe, ami Putyin bukásához vezet, és jöhetnek vissza a Hodorkovszkijok. Tehát... és az orosz medvét orrába fűzött karikával Amerika rángathatja tovább. Ne felejtsük, tehát semmi új terv nincs. A de a káosz, de a Brzezinski, bocsánat. A terv a régi. To make money. De a, itt az a lényeg, igen, de a lényeg az, hogy a Brzezinski doktrína ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy ez a programozott káosz. Tehát nekünk mindenütt káoszt kell előidézni, annak érdekében, hogy minden potenciális versenytársunk a lehető legteljesebb káoszban süllyedjen. Ennek a zavarosban halászni, persze, nem én is, így csak van. Azt a... Tehát, ha úgy tetszik, ennek megvan a tudatos, a tudományos alapossággal kidolgozott doktrinája is. Tehát Amerika tulajdonképpen a vietnámi háború óta, tehát Amerika a 40 éve nem győzni akar, sehol nem. Tehát ahol felhasználja a hadsereg, ő valójában nem győzni akar, hanem azt akarja, hogy vérzőben nem gyógyuló sebekkel legyen tele a világ, és ennek következtében senki moccanni se tudjon nélküle, tehát hogy úgy tudjon uralni egy káoszba süllyedő világot, hogy valójában nincs szüksége valóságos teljesítményekre, mert az összes többi versenytárs abban a helyzetben van, hogy képtelen bármilyen teljesítményt nyújtani. Ez azért rendkívül veszélyes stratégia, mert ez maga a destrukció. Tehát ez a világ lebontásának, a világ szétroncsolásának stratégiája. Tehát a világ azért van végzetesen veszélyes helyzetben, mert most először egy hanyatló birodalom semmiféleképpen nem akarja tudomásul venni a hanyatlását, és azt mondja, ez utánam a vízözön, hogy jó, akkor inkább pusztuljon a világ. Tehát ez tulajdonképpen Hitler logikája, hogy jó, de akkor magamra gyújtom minimum Németországot, vagy egész Európát, ami azért nem volna szerencsés, már hogyha a világ ezt akkor némán tűrné, és bele is menne ebbe. Egy perc. Tegyen be megint a székelyes optimizmust. Épp az amerikai választási előkészületek jelzik azt, hogy azért a világbirodalom és Amerika kezd egymással ilyen értelemben szembeszegülni. Tehát éppen az, mert Amerika elérte is őket is ennek a káosznak a szele. Az amerikai középosztályt keresi az utat. Ez látszik. Tehát azért gyakorlatilag ne legyünk teljesen... Tehát a nemzetállam Amerika tiltakozik, ne legyünk teljesen optimizmus hiányában, mert akkor a következő adást nem tudjuk elmondani. A nemzetállam Amerika tiltakozik a birodalmi Amerikában.